Fél hektárnyi területen égett az erdő Pakson. A tűzoltók két fecskendővel és egy vízszállítószerrel oltották el a tüzet. Ezek a felvételek pedig már Mucsi határában készültek. Itt mintegy 4 hektáron égett a tarló, és szalmabálák is lángra kaptak. 4 hivatásos tűzoltó parancsnokság, itt a Bonyhádi, a Szekszárdi, a Dombovári, valamint a Sásdi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszíne, összesen 6 fecskendővel. A végén a rajok 3 vízsugár segítségével és kézi szerszámokkal oltották el a kialakult tüzet. A katasztrófavédelem szóvívője azt mondja, a mezőgazdasági tüzek kialakulását a gépek rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával lehet többek között megelőzni. Ehhez a katasztrófavédelem segítségét is kérhetik a gazdák. Fontos, hogy a mezőgazdasági termelők a motorblokkot, erőgépek villamos berendezését rendszeresen nézzék át, és arról is győződjenek meg, hogy a kipufogók szikrafogóval el legyenek látva. Égszíjakat, csapágyakat is át kell vizsgálniuk, hogy azok a rájuk rakódó portól nehogy begyulladjanak. Ezek leárásokkor ezeket a rendszereket le kell ellenőrizniük. A kialakult portól, ugye mezőgazdasági száraz terményektől meg kell takarítaniuk, valamint figyelni kell arra is, hogy ezekkel a munkagépekkel lehetőség szerint ne a tarló közelében, hanem egy biztonságos helyen tudják őket leállítani. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az eldobott cigarettacsík szabadtéri tüzet okoz, ezért tilos a gabonatáblán járművek és a munkagépek vezető fülkéjében rágyújtani, tette hozzá a szóvívő. Tolna megyében az idén 106 szabadtéri tűzeset történt, ezekből 5 eset érintette az aratást vagy a mezőgazdasági munkálatokat.